Sziasztok, kapusok! Kantár Szilárd vagyok, labdarúgó és kapusedző, a Goal Academy megalapítója, és a Just for Keepers kapusiskola, másnéven J4K Sports magyarországi vezetőedzője. Ez a videó arról szól, hogy mikor használjunk új merevítős kapuskesztyűket, és ki ne használjon új merevítőket a kapuskesztyűjében. Az év folyamán több száz kérdéssel fordulnak kapusok és szüleik hozzám a kapuskesztyű választás terén, és ezek a kérdések sok esetben éppen az új merevítős vagy nem új merevítős kesztyűk vásárlására irányulnak. Mielőtt még mélyebben elemeznénk a történetet az igen és a nem válaszok között, az első és a legfontosabb érvnek a nem mellett azt tartom, hogy a tanulás szempontját figyelembe véve jobb a labdafogás gyakorolni új merevítők nélkül, vagy akár kesztyű nélkül. Főleg a fiatal kapusoknál fontos, hogy az új merevítőkben lévőknek az újak nem szokják meg a labdatartást, nem fejlődik ki a kézben és az újakban a labdafogás érzéke. Azt sem ajánlom, hogy valaki csak az edzéseken hordjon új merevítőt, és a meccsen nem. Ez azért nem jó, mert a kapusok megszokják az új merevítőket az edzéseken, akkor a meccs szituációkban a lövéseket vagy a védéseket ugyanúgy szeretnék fogni, mint az új merevítőkben. És ha nincs ott az edzéseken használt új merevítő, akkor bizony előfordulhat, hogy éppen ezért nagy ütés éri az újakat, vagy még rosszabb esetben kifordul akár az új. Ez több olyan tanulónál is előfordult már a meccsek folyamán, akik nem fogadták meg a tanácsaimat. Igazából a legfőbb ok az volt, hogy az újak nem erősödnek az új merevítős kesztyűkben, és a labdafogás technikája is másképpen alakul ki. Az edzőkkel, akikkel eddig beszéltem, ugyanazon a véleményen vannak, mint én. Néhány szülő ennek ellenére az új merevítős kapuskesztyűk által szeretné azt a plusz biztonságérzetet megadni gyermekének, amelyet teljesen megértek. Javaslatom az, hogy főleg az edzéseken ne használjanak a fiatal kapusok új merevítőket. Ha előfordul, hogy az új ütést kap, akkor legalább a kapus a következő védésnél megpróbál még jobban koncentrálni, odafigyelni a labdára, ami akár a fejlődését is elősegítheti. A mérkőzésekre az erős újaknak adhat az új merevítő még plusz védelmet, tehát ha a kapusunk ragaszkodik az új merevítőkhöz, akkor a javaslatom az, hogy edzéseken ne használja, csak a mérkőzések folyamán. Azoknak a kapusoknak viszont ajánlom a új merevítőket, akik sérülésből tértek vissza. Legjobbak ilyen esetben azok a kapuskesztyűk, amelyekbe beszúrhatóak az új merevítők, így elég csak azon az újon használni, amelyen a sérülés történt. Például nekem is a kis ujjamon volt ilyen sérülés, kifordult, és csak ott használtam az új merevítőket. Összefoglalva még egyszer, nem ajánlom az új merevítőket. Hagyjuk a kapusok kezeit és ujjait hozzászokni a lövésekhez, hogy fejlődjön a labdafogások technikája és a labdaérzékük. És igazán a legfontosabb tanács a kapusoknak, hogy a labdafogásnál minden esetben a kezükre kell, hogy támaszkodjanak, és nem a kapuskesztyűre.